Oroszország fokozatosan megszünteti a Törökországgal szemben bevezetett szankciókat, jelentette be Vlagyimir Putyin a török kollégájával való találkozó után. Az orosz-török kapcsolatok tavaly év végén romlottak meg, miután Ankara lelőtt egy orosz bombázót, amely szíriai bevetésen vett részt. Június végén Erdoğan bocsánat kérő levelet írt Putyinnak, ezzel kezdődött meg az enyhülés. Pontot tennének az országai közötti viszály végére, és újraépítenék a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat az orosz és török vezetők. Recep Tayyip Erdoğan azért érkezett Szentpétervárra, hogy új fejezetet nyissanak országai kapcsolatában. Vladimir Putyin a puccskísérletre utalva azt mondta, mindig is ellenezte az alkotmány ellenes fellépést. A rendkívül összetett török belpolitikai helyzet ellenére ideérkező Erdoğan elnök látogatása a párbeszéd és a kapcsolataink helyreállításának kezdetét jelentik, mondta az orosz elnök. Erdoğan megköszönte orosz kollégájának, hogy a puccskísérlet után telefonon biztosította támogatásáról. Moszkva és Ankara kapcsolata igazán pozitív irányba fejlődik. Mindannyian nagy célokat tűztünk ki magunk elé, és biztos vagyok abban, hogy kölcsönös a nyitottság az együttműködés kiszélesítésére, mondta Erdoğan. A török elnök arról beszélt egy orosz csatornának adott tévéinterjúban. Véleménye szerint Moszkva a legfontosabb szereplő a szíriai béke folyamatban. Szakértők szerint a találkozó ellenére Moszkva és Ankara sok mindenben ellentétes oldalon áll. Például a szír elnök személye kapcsán is. Assad egyik legfontosabb külföldi szövetségese ugyanis Vlagyimir Putyin.